Idén 6. alkalommal rendezték meg a fánksütő versenyt Gödrén. A megmérettetésre baráti társaságok, civil szervezetek és települések jelentkezhettek. A program célja, hogy a környékbeli közösségeket összekovácsolják. A csapatok minden évben hasonló létszámban vettek részt a rendezvényen. Mondhatom, hogy a létszám az talán mindig állandó, 12 és 17 csapat között mozog, jelenleg 12 csapat jött el, Szentőrincről, Sázsdról, Vargáról, Paléból, Gödréből, Sázsdról is. Tehát mondhatni azt, hogy a környező települések mindig részt vesznek ezen a rendezvényen. Két kategóriában indulhattak a jelentkezők, hagyományos és modern fánk. A hozzávalókat a szervezők biztosították. Palé község önkormányzata idén először vett részt a versenyen. A paléi puffancsok csapata többféle finomságot is készített. Háromféle fánkkal készülünk, az egyik az virslis medvehagymás lesz, ez egy sós tésztával lesz készítve, és a másik az egy hagyományos szalagos fánk lekvárral, többféle házi lekvárt hoztunk mellé, és akkor a harmadik féle meg egy mandulás, csokis pudingos ilyen kis díszítést fog majd kapni. A fánkokat zsűri is értékelte különböző szempontok alapján. A csapatmunka mellett figyelembe vették a kinézetet, az állagot és az ízt. Emellett egy vásár keretében értékesíthették is a farsangi süteményt a készítők. A befolyt összegből a gödrei tündérkert óvodát támogathatták a vásárlók.